Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük ebben a kellemes nyári időben nézőinket, kedves testvéreinket! Az elkövetkezendő adásokban egy olyan létkérdésről fogunk beszélni, ami nem más, mint a törvény. És a törvényen belül is a legszűkebben vett 10 parancsolat. Végigvesszük a parancsolatokat, hol egyet, hol kettőt összevonva, hogy végignézzük azt, vajon valóban létkérdése a törvény, vajon véd vagy korlátoz, mi az igazi szerepe az életünkbe, és vajon a keresztény embernek hogyan és mint kell viszonyulni a 21. században a 10 parancsolathoz. A beszélgetésben kedves beszélgető társam Molnár Csaba Bertalan, akivel együtt megpróbáljuk elemezni, hogy vajon van-e haszna a 21. században, és vajon mit jelentett az ókor zsidó embere számára a 10 parancsolat. Hogy látod ezt, Csabán, mint avatott ismerője az Ószövetségnek? Ugye, hogyha a 10 parancsolatról beszélünk, akkor ugye meg kellene fogalmaznunk azt, definiálnunk kellene, hogy mi is lehet az a 10 parancsolat, és ez nem tűnik olyan, illetve nem olyan könnyű kérdés, mint amilyennek tűnik. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a 10 parancsolat az tulajdonképpen a legnagyobb vonalakban mindent érintő összefoglalás, illetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy absztrakciója az Isten törvényének. Hiszen, hogyha megnézzük ezt a 10 parancsolatot, amely igazából nem 10 parancsolat, de erről majd fogunk beszélni, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen minden életterületet érint. És ugye azt is tudjuk, hogy két alapvető részre osztható, hogy az egyik a Isten, másik embertársunk felé megszabott kötelezettségeinket foglalja magában. És ez egy olyan absztrakciója az egész törvénynek, amelyből mindent tulajdonképpen le lehet vezetni. Tehát, hogyha egy példát mondok, ugye a leparáznák, hogy parancsolat, amely eredeti hébben ott innáv, valóban a maga szó szerint értelemben ne légy házasságtörő, de azért mégiscsak érinti mindazt a parancsolatot, amely a Ószövetségben, akár az Új Szövetségben található, és ugye ide Jézus hegyi beszédbeli tanítása is ide sorolható, amik ugye a szexuális etikára vonatkoznak. Na most miért mondtam azt, hogy igazából nem 10 parancsolat ez, hanem több parancsolat, 13, 17 vagy akár 20 fölé is mehetünk, attól függően, hogy mit számítunk külön parancsolatnak, mit számítunk nem külön parancsolatnak. Igazából a 10-es szám az egyfajta szimbolikus szám, amelyben igazából valójában több parancsolat van benne, és ebből adódik tulajdonképpen a 10 parancsolatnak a különbségei, például ugye egy katolikus meg egy református megfogalmazásban, de azt is mondhatnánk, hogy egy evangélikus vagy egy református megfogalmazásban, hiszen mi ugye az izraelita számozást, illetve felosztást követjük ebben a tekintetben, mi evangélikus testvéreink, ugye a katolikust. Egy példát mondok, ugye a 4. parancsolat, tehát amit mi 4. parancsolatként ismerünk, az kapásból 4 parancsolat, hiszen emlékezzél a belülgörő napjáról, szenteld meg azt, 6 napon át munkálkodjál, egy teüleges parancsolat, illetve a 7. napon viszont ne dolgozzál, mert az Úrnak, a te Istenednek a szombatja, vagyis egy nyugalom napja. Tehát a 10 parancsolatról azt mondhatjuk, hogy egy mind a zsidóság, mind a kereszténység által elfogadott, legtökéletebb summázata úgymond az Isten törvényének. És hát miért ne lenne aktualitása ugye a keresztény ember életében, sőt ebben a 21. században, hiszen valóban azt foglalja össze, amely egyfajta védőkorlát az ember életében. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen nagyon sokan mondják, hogy a 10 parancsolat kovácsolta néppé a zsidóságot, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nem felejthetjük el azt a könyvcímet sem, hogy 10 segítség az emberré válás útján, 10 segítség, hogy társadalomban élő emberek legyünk, olyan
társadalom, közösség szervező erő a 10 parancsolat, amelyben megvan a helye a fönnek, a középen és a lennek. Tehát tulajdonképpen egy olyan egységes világképet kaphatunk belőle, amelyet mindenképpen minden korban az embereknek meg kell vizsgálni, és én úgy gondolom, hogy ebben az első adásban épp ezért globálisan foglalkozzunk a 10 parancsolattal, és utána az elkövetkezendő alkalomokkal szétszedjük parancsolatokra, és megnézzük, hogy ahol egy parancsolatnak gondoljuk, az hányféle oldalról lehet azt megközelíteni, és nézzük meg, hogy milyen fontos lenne, hogy a jelenkor embere ezt a 10, 13, 17 szempontot figyelembe véve élje az életét. Mert alapvetően én nagyon gyakran úgy gondolom, hogy az emberek nagyon önző módon mindig csak a saját szemszögükből nézik meg a világot, és nagyon érdekes az, hogy ez a 10 parancsolat képessé tesz minket arra, hogy lássuk egy kicsit az Isten szemszögéből, lássuk egy kicsit a másik ember szemszögéből, és utána a magunkéból, és belegondoljunk abba, hogy például a ne lopj, vagy a ne ölj parancsolatot, ha mindenki komolyan betartaná, akkor megszűnne a lopástól való félelem, meg megszűnne a gyilkosságtól való félelem. Hogy ezek a szabályozók, amelyekre nagyon sokan azt mondják, hogy idejét múltak, nagyon sokan rálegyítenek, hogy nem kell azzal foglalkozni, tulajdonképpen a legősibb félelmeinktől mentenének meg minket, hiszen miről szól? A halálfélelem, hogy megölnek, hogy meglopnak engem, hogy elszeretik a feleségemet. Csupa reális dolog a sárga irigységről, hiszen a ne kívánd a fele barátodét, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy ne vedd el. Az azt is jelenti, hogy ne irigykedj, hiszen az irigy ember az tulajdonképpen azt érzi, hogy az a másik, ami ki megszerzett valamit, annak miért van és miért nem neki van. Tehát az elvevés szándékának megjelenése, és tulajdonképpen gondoljunk csak bele, hogy az irigy emberek, azok nem biztos, hogy tolvajok lesznek, de hogy gyűlölködő emberek, társadalom ellenes, közösség ellenes emberek. Ezt minden alkalommal meg lehet tapasztalni. Hiszen gondoljunk csak bele, biztos te is tapasztaltad életed során, hál' Istennek, nekem is vannak irigyeim, és inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak, ezt őszintén megmondom. De megtapasztalhatjuk azt, hogy a közösséget azzal a másik emberrel nem én velem szét, aki nem vagyok rá így, hanem ő az, aki nem tud közösséget vállalni velem. És ha egy nagyobb társaságon belül megjelenik egy irigykedő csapat, akkor azok vagy elkülönülnek, vagy nekiállnak szétverni a társaságot, mert hogy nehogy már azoknak van ez, vagy az, vagy amaz, akár a gyermekük egészséges, akár a családi állapotuk, akár a vagyonuk, bármink, amiben többnek, jobbnak, erősebbnek érzik a másikat, na akkor ezt megmutatjuk neki, hogy hogyan kellene, vagy hogyan keserítsük meg az ő életét, hogy ne tudjon már örülni annak, amilyen van. Nagyon sok ilyen embert látunk, és ez csak egyetlen egy példa, és ha belegondolunk, tulajdonképpen a szombatnap, amire az Isten törvényt ad, de nekünk van rá szükségünk. Hát hány ember panaszkodik, hogy hétfőtől péntekig dolgozik, szombaton nekiáll és otthon, és vasárnap ugyanott folytatja. És azt a két napot, amit egyébként nyugalomban, békében eltölthetne, mert mondhatná azt, hogy hétfőtől péntekig dolgozom a munkahelyen, szombaton megcsinálom a ház körüli munkákat, a hetedik napot megszentelem a templomban, a családomban, világnézetemtől függően, hogy a szombat vagy vasárnap ne vitassuk, csak azt az egy nap pihenőt megadná a szervezetének, a testének, a lelkének, a regenerálódásra lenne ideje. És persze nagyon fontos ugye a test regenerálódása, ami a munkának a szünete, de még fontosabb a lélek regenerálódása, amikor oda járulok az Istenhez, oda viszem az imában a nyomorúságaimat, a gondjaimat, a bajaimat, végig gondolom, hogy mennyi minden történt, amiért hálát lehet adni, és már nem látom olyan sötéten a világot, és akkor jön az a pillanat, amikor meg azt mondom, hogy hálát adtam, kértem, és körbenézek a világba körülöttem, hogy és mi van, amit tehetnék a többiekért. Ez mind a vasárnapnak lenne az ideje, amire az a szünet, az a takt teremti meg a lehetőséget, amit Úristen kér tőlünk,
úgy téve, mint egy apa, aki ugye azt mondja, hogy kisfiam, gyere, tedd meg az én kedvemért, hogy eljössz velem sétálni, pedig valószínűleg nem az apának van arra kedve, hogy kimozduljon, hanem a gyereket akarja a tévé elől elrángatni. De ilyen trükkösen tesszük meg, hogy ugye segítesz apának azzal, hogy eljössz, az Úristen, hogy kedves fiam, ugye az én kedvemért pihensz egy napot. Ugye hányszor halljuk a szülőktől, édesanyámtól hányszor hallottam Isten nyugasztalja, hogy a kedvemért pihenj egy kicsit. Nem azért, mert neked kell, mert te fiatal vagy, még te bírnád. Az én kedvemért. Hogy micsoda szeretet van ebben a hetedik napos parancsolatban. Vajon végig gondoljuk-e? Vagy csak rálegyítünk, hogy ezer éves ocskaság, nem kell vele foglalkozni, elavult, majd mi jobban tudjuk, és hát hol vezet a társadalom 10 parancsolat nélkül csak? A káoszba, hogyha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, hiszen látjuk is, hogy hová vezet. Ugye két dolgot szeretnék említeni ezzel kapcsolatban. Ugye egy nagy szlogen az valahol, főleg ateista emberek körében, hogy tehát Isten hit nélkül is be lehet tartani a 10 parancsolatot. Ugye erre azt mondja a keresztény ember, hogy is józanul és nagyon okosan, hogy az első 4-et már kapásból akkor nem tudja betartani, mert az az Istennel kapcsolatos parancsolat. A másik, hogy mennyire teljes a 10 parancsolat, és mennyire a 10., tehát a legutolsó parancsolatban, tehát a legutolsó szakaszban fogalmazza meg tulajdonképpen minden problémának és minden bűnnek a gyökerét a kívánságban. Tehát, hogy ne kívánt. Igen. Mert ha kívánod, az előbb-utóbb tetté fog válni a te életedben, vagy úgy, hogy elszereted a másik ember feleségét, vagy úgy, hogy megölöd a másik embert, hogy tiéd lehessen az, ami az övé. Tehát megfogalmazok nagyon ott a végén, nagyon szépen, mint egy teljessé téve az egész 10 parancsolatot, az egész törvényt, az egésznek a gyökerét, tehát minden bűnnek a gyökerét tulajdonképpen, ami ugye az ősbűnnek is a gyökere volt, ugye a kívánság. Uh-huh. A másik, ami ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ez az utolsó 10. parancsolat az, amely mintegy fölvillantja nekünk azt, hogy a 10 parancsolat útjára lépni, illetve az, hogy a 10 parancsolat útjára lépjünk, ahhoz kell valamiféle magasabb létmód, amiben a keresztény embernek, a hívő embernek léteznie kell, és ez nem más, mint a megtért és újjászületett létmód. Mert hogyha egész egyszerűen levágom ezt a 10. parancsolatot a dekológusnak, a 10 parancsolatnak a végéről, akkor mit látok? Látok egy BTK-t magam előtt, amelynek a paragrafusait csak azért nem lépem át és nem hágom át, mert félek. Nem mindegy, hogy a félelem motivál engem a törvénynek a megtartásában, vagy pedig az, hogy egy új szívet kapok az Istentől, amelyben már nincs ott az, hogy én kívánom a másét, hogy én akarom a másét, hogy én meg akarom szerezni a másét, ergo nem elég az, hogyha a cselekedeteimet tisztítom meg, hanem a szívemet kell megtisztítani, illetve engedni kell, hogy az Isten megtisztítsa az én szívemet, és ettől fognak majd magától megtisztulni az én cselekedeteim. És ez nagyon pontosan, nagyon szépen ott van már implicite a 10. parancsolatban, és szinte átvisz egy Jézusi irányba. Így van, ráadásul én úgy gondolom, hogy tanít arra is, hogy hát mindannyiunknak az Isten megadta a helyet ebbe a világban. Tehát de a másik helyét kíván. Tehát ez kicsit a látásokat, amikor nem találom a helyemet. Miért? Mert kitöltöm. Én vagyok benne. Tehát a világból nem azt a helyet akard, ami a másik helye, hiszen ott van ő, hanem keresd meg a saját helyedet benne. Ez nekem egy óriási tanítás, ezért nagyon sokat gondolom, hogy mi motiválja az embereket arra, hogy a másét kívánják. És gyakorlatilag tényleg a Lárpudlár társulatnak, akinek Lár András ugye buddhista, de reformátusként indult buddhista, tehát ennyit azért hozzunk fel a mentségére. Gyakorlatilag, ha a saját helyeden vagy,
akkor nem irigyled a más helyét, mert a saját helyeden tudsz tökéletes lenni. A másik helyén nem tudsz tökéletes, a másik helyen ő tud tökéletes. Én nem tudok tökéletes Molnár Csaba Bertalan lenni, te nem tudnál tökéletes Bikádi László lenni, de attól szép a világ, hogyha mindenki a saját helyén, a saját módján teljesedik ki. És igenis, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ugye fontos beszélni, hogy a fehér élet, a fekete élet, a sárga élet, a vörös élet mit ér. Hát ugyanannyit. De a fekete ne akarjon fehér lenni, a fehér ne akarjon fekete lenni, a sárga ne akarjon vörös lenni, hanem mindenki a saját dolgában, amit az Úristen neki ajándékozott. Abban teljesedjen ki, és a világ legnagyobb becsapása, ha úgy tetszik, a sátán legnagyobb munkája a világban, hogy elhiteti velünk, hogy nekünk nem olyannak kell lenni nekem, mint egy Bikádi Lászlónak, hanem mondjuk, mint egy Brad Pittnek. És nagyon sok ember bedől ennek, hogy Brad Pitt akar lenni, meg Angelina Jolie akar lenni. Ahelyett, hogy önmagát találná meg, önmagát keresné meg, aminek az első lépés az, hogy megkeresem az Istent. És bemutatkozik. Ugye mondják, hogy az Úr vagyok. Én vagyok a te Istened. Megmondja, hogy ki vagyok, aki már tettem érted valamit. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha egyszer megírnánk a magyarok Istenének 10 parancsolatát, és akkor mit mondanék bele, hogy az Úr vagyok a te Istened, aki megmentettelek a töröktől, megmentettelek a tatártól, aki kihoztalak a Habsburg szolgaság, a szovjet szolgaság házából. Mennyi bizonyíték kell még? Hova menjünk még bizonyíték után, hiszen az Isten már teljesített. És azért örülök nagyon gyakran, amikor ez a központi kommunikációban megjelenik az Isten. És nem tudom megítélni a kormányzó párban lévő embereknek a hitét. Én nem tudom megítélni egy kormányfőnek a hitét. De ha deklarálja a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy menjünk az Isten irányába, akkor azt kell, hogy mondjam, ez egy jó irány. Függetlenül attól, hogy téves cselekedetek mindig lehetnek benne. De az önmagunk megtalálása az úgy kezdődik, hogy megtaláljuk az Istent. Igen, nagyon régen olvastam, és nem is fogom tudni megnevezni, hogy kitől, de egy nagyon szép hármas gondolatban adta valaki a 10 parancsolatnak tulajdonképpen a summázatát, amikor azt mondta, hogy arról szól a 10 parancsolat, hogy keresem önmagamat, és nem találom. Keresem fel a barátomat, és nem találom. Keresem Istent, és ha megtalálom Istent, akkor mindhármat megtalálom. Én. Mert nem hiába kezdődik ezzel, hogy az Úr vagyok, a te Istened. Én vagyok az első, és engem, ha megtalálsz, akkor ebben a rendszerben, a 10 parancsolat rendszerében megtalálod magadat is, megtalálod a felebarátodat is, és ha ugyan tökéletesen egyikünk sem tud, de hogyha maximális erőfeszítéssel tudsz ebben a rendszerben létezni, hogy magadat is tudod, magaddal is tisztában vagy, a másik emberrel is tisztában vagy, és az Istennel is tisztában vagy, akkor nem fogsz hívánni. Ugye nagyon érdekes, ugye három rövid parancsolatnál, ugye ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, már ez a ugye héber nyelvészetben is szoktuk nevezni, hogy ez a low plus imperfectumos szerkezet, amely tulajdonképpen nem egy imperatívus, nem egy felszólítás, hanem azt mondja, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, hogyha ezt a hármat megtalálod. Tehát, hogyha megtalálod az Istent, az Isten által megtalálod önmagadat, és az Isten által megtalálod fel a barátodat. Ez így van. És azt hiszem, hogy a legnagyobb problémája ugye a társadalmunknak, hogy nagyon sokan keresik önmagukat. Tehát talán ennyi önértékelési válságban szenvedő embert, ennyi önbizalomhiányban szenvedő embert, ennyi, hogy mondjam, önmagát helytelenül vagy nagynak, vagy kicsinek, vagy ilyennek, vagy olyannak, vagy amolyannak látó embert,
soha talán még nem hordott a föld a hátán, de pontosan azért, mert úgy érzem, hogy vannak, akik szisztematikusan kirúgják alóla a tíz parancsolat talaját. És a tíz parancsolat nem hiába lett a kereszténység világvallása. 12 apostol, tehát képessé tette arra, hogy gyakorlatilag mindenhova elvigyék az evangéliumot, mindenki számára érthetővé tegyék, és egy olyan alapot adjon ez az életüknek, amire világbirodalmat tudtak felépülni. Az megint más, hogy jól látható, hogy amikor eltért a világbirodalom a tíz parancsolattól, és amilyen mértékben eltért, gyakorlatilag olyan sebességgel és olyan módon dőlt össze. Mert hogy a társadalomnak a ki vagyok én, ki az Isten, ki a felebarát relációja szétesett, és lett belőle egy katyvasz, lett belőle egy szürke zóna, ahol az emberek már nem tudják, hogy mit kell csinálni. És nagyon érdekes volt, hogy van egy riport fenn az interneten, ahol most ugye tüntettek a fekete életek mellett, és oda ment egy nyilvánvalóan kemény nacionalista magyar fiúkból álló csapat, és kiírták, hogy a fehér élet is számít. És ők nem ellentüntetni jöttek, hanem csatlakozni. És azt mondja a tüntetők vezetője, hogy ti nem jöhettek ide. Tehát a feketék életért lehet tüntetni, a fehérekért nem. A sárgák életért, vagy a mit tudom én milyenekért lehet, a másikért nem. Pedig a tíz parancsolat relációjában az élet az élet. Nincs megkülönböztetés. Isten Isten, ember ember, bűn bűn, én vagyok. És nem tudom azt mondani, hogy a ne lopj, az csak rá vonatkozik, hogy ne lopj. Én majd lopok. Ha én alávetettem magam a tíz parancsolatnak, ha én megtaláltam az Istenemet, akkor a személyesen nekem szól, hogy én nem fogok olyat csinálni. És ez a megtévesztő játék azzal kezdődik, hogy az emberek arról rúgjuk ki a törvény talaját. És mondjuk azt, hogy az emberi törvény az relativizálható, azt arra lehet bármit mondani, míg az isteni törvény ugye nem. Tehát azért ez kőtáblában is. Tehát nem véletlen a jelképrendszere, meg a valódisága sem, hogy akár két hatalmas kőtáblát, most néha elgondolkodtam rajta, hogy amekkorákat szegény Mózesnek a kezébe katolikus testvéreink oda festettek, hát hogyha azt föl kéne emelni, az biztos, hogy komoly haditett lett volna a hosszú szakállútól, de hát nem. Sokkal inkább azt jelképezi, hogy ezt nem mossa el az idő, ez nem a szélbe van belekiabálva, ez nem papír, amit meg lehet gyújtani, és aztán holnap újraírom, és nem véletlenül volt az a zsidó tradíció, tehát ez a jóta sem veszhet el belőle, és ha rosszul másolta le, akkor lapszélre kiírta, hogy mi az eredeti, de nem javított bele. Igen. Tehát a szentnek a tisztelete, a törvénynek a tisztelete és ennek a mindennapi megélése teremti meg az életünknek a rendszerét is. És valljuk be őszintén, hát kell rendszer az életünkbe, hogy reggel fölkeljünk, hogy tevékenykedjünk valamit, hogy legyen egy ebédünk valamiféle a délidőben, kell egy vacsoraidő, és kell a pihenés ideje. És hogyha valaki ezt össze-vissza éli meg, akkor felborul a teljes egyensúlya a szervezetének is, a lelkének is. Kell egy törvény, kell egy szabály. A saját életünkre nagyon gyakran hozunk saját szabályokat. De egy biztos, hogy annál tökéletesebb szabályozók, mint amit az Isten adott az emberiségnek, hogy egy pillanatra legyünk engedékenyek nem hívő vagy nem Isten hívő fele barátainknak. És mondjuk azt, hogy amit ez alatt a néhány ezer év alatt tapasztalati úton a asszír babiloni zsidó, római görög, európai és világméretekben minden nép kicsiszolt magának, és amit a mai 21. századi kereszténységnek hívunk, azt a bölcsességet nem lehet kidobni az ablakon. Mert évezredek tudása arról, hogy hogyan kell élni. Hogy hogyan jó élni, hogyan érdemes, hogyan hasznos. 21. század hogyan lehet túlélni. Mert most nagyon gyakran nem arról van szó az emberi társadalom, hogy hogyan éljünk.
hogyan így túl egyik napról a másikra? Hogyan maradjunk emberek? Ne állatiasodjunk el, ne törjünk be kirakatokat, ne vegyük el a másikét. Hát amikor a tüntetők mennek és betörik a kirakatot és elviszik a drága cipőket, akkor azok nem tüntetők, tolvajok. Hogy tudja ő magát utána tüntetőként apostrofálni? Sehogy. De hogyha betartaná a kereszténység kereteit, akkor még ha kiabálna is, még ha vonulna is, még ha bármit is csinálna, még arra is ügyelne, hogy nehogy véletlenül a hajaszála meggörbüljön egy rendőrnek. Miért? Mert a fele barát. Mert lehet, hogy egyébként egyetért velem, csak őt a kötelessége vagy a parancsnak ahol állította. De elvesznek ezek a relációk, és gyűlölet lesz, ellenségeskedés, dobd meg a rendőrt. Ő a hatalom képviselője. Elveszik az emberségünk abban a pillanatban, amikor a tíz parancsot kimarad az életünkből. Így van, és hát nagyon nagy szükség lenne arra, hogy bennem nagyon megragadt az, amikor szimultán a tizedről prédikáltunk valaki első könyve alapján, és a Sói prédikációtban azt mondtad, hogy próbáljuk meg az Istent, hogy és valóban az eredeti héber szövegben az a bálha ige, amit úgy is lehetne fordítani, akármi kísértsük meg az Istent, hogy hátra működik. És ott konkrétan a tizeddel kapcsolatban mondja ezt Malakiás, de valahol a tíz parancsolatra is érvényes ez, hogy arra lenne szüksége a világnak, hogy egyre többen fölismerjük, vagy egyre többen legalább csak elgondolkozzanak rajta, hogy próbáljuk már ki. Hátra működik. Próbáljuk meg már családban, hátra működik. Próbáljuk meg már baráti közösségben, hátra működik. Próbáljuk meg már gyülekezetben, hátra működik. Próbáljuk meg már ennek a népnek a közösségében, hátra működik. És ez a célunk, ezért csináljuk ezt a műsort is, hogy meggyőzzük a kedves nézőket arra, hogy mi hisszük és valljuk, hogy működik. A mi életünk a példája annak, hogy ez működik. Nem állítjuk, hogy tökéletesek vagyunk, hogy nem mutunk, hogy nincsenek hibáink, nincsenek vétkeink. De nagyon gyorsan segít a tíz parancsolat szembenézni vele, és azt mondja, hogy Uram, vétkeztem. Vétkeztem Isten ellened, és ugye abban a pillanatban, amikor én vétkezlek mondjuk ellened, akkor én Isten ellen is vétkeztem, hiszen összetűzésbe kerültem a tíz parancsolattal. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy bocsáss meg, hogyha tudom, hogy ez kettős, hogy egyszerre, amikor az embertársamtól kérek elnézést, akkor az Istentől is bocsánatot kérek. Hogy amikor megfelelek az ő elvárásainak, akkor tulajdonképpen olyan hasznos tagjává válok a társadalomnak, amiben élek, ami ennek ő látni szeretne engem. És ez egy nagyon fontos üzenet lenne a fiataloknak, az utcai randalírozóknak, azoknak, akik biztos nem fogják megnézni ezt a filmet, de önök, akik néznek minket, mondják meg a webcímet, adják tovább, hogy érdemes kipróbálni. Gazdag, békés, megelégedett élet lesz a jutalma. Nem anyagi gazdagságról beszélek, az is benne van a pakliba, mert ha az ember követi azt, amit mond az Isten, és jól sáfárkodik azokkal, amiket neki adott a saját helye. Ha én nem azzal vagyok elfoglalva, hogy azt vegyem el, ami a másiké, hanem azt a lehetőséget ragadom meg, amit az Isten nekem adott, akkor hihetetlen távlatok nyílnak meg előttünk. És ez nem kell nagy dolgot csinálni, egyszerűen komolyan venni a tíz parancsolatot. Hogy van egy Istenünk, aki már cselekedett, amikor kihozott a szolgaság házából, aki nem szolgának akar látni, hanem tevőleges, erős, szuverén, önálló, független embernek, aki a függetlenségében megéri a gyermekségét. És hát erről fogunk az elkövetkezendő alkalmakkal beszélni. A műsoridőnk lejárt. Azt hiszem, Csaba barátom, jól feldobtuk ezt a kavicsot, vagy labdát. Remélem, hogy jó messze ütjük, és sokan meg fognak hallgatni és nézni minket. Áldás békesség, viszontlátásra! Áldás békesség!